Nagyon kellemes délután kívánunk a Rally Rádió valamennyi nézőjének és hallgatójának, mert hogy megint Domaháza a cél, és egy pillanatra akkor Gerencsét Titi azt hitte, hogy el tud menni, de nem. Na milyen a gyors? Nagyon jó és saras, a leggyorsabb része, a többi aránylag tapad, de elméletileg kerülgetni kell a nézőket, mert elindultak mindenfele. Na, ez annyira nem jó hír, de köszönjük szépen az információt, szóval ahol a leggyorsabb a pálya, kérem szépen, azon a részen van sáros aszfalton, úgyhogy ez is javítja a kormánykezelési technikát, úgyhogy lehet majd egy kicsit tréningezni, meg szerintem azért a navigátorok már pár helyen azért bejegyzelték a dolgot, hogy hol kell majd vigyázni, hol lehet ez sáros, mert ahol ő levágt, ott levágják a többiek is, meg ahol ő kieresztett a patkára az eső miatt, ott a többiek is kieresztették, úgyhogy szerintem, hogyha a navigátorok rendben voltak, meg a fárerek, akkor már rögtön kerültek be az új bejegyzések, mert nem a sárral van a baj, a sárral akkor van a baj, hogyha nagy a tempó, és úgy érkezünk meg rá, hogy éppen keresztben úszik az autó, tehát jobb az, hogyha megpróbáljuk úgy helyezni, picit inkább közelítve az egyeneshez, de iszonyatos tempóval érkezünk meg, mert hogy Titiék mondták, hogy ott a leggyorsabb a pálya, és ahogy hallom a háttérben már, nem csak hallom, hanem látom is, hogy érkezik az első autó ide hozzánk, ami azt jelenti, hogy a Rally 3 mezőnye már beélesedve közelít ránk. És érkezik is. 3 perc 46,9-el a kettes rajtszámú páros, Bíró Gergő és Bíró Balázs a fekete Opellal. Szevasztok! Na mi újság, hogy álltok? Azt nem tudom, hogy állunk, de jó kis verseny volt, jól elautózkodtunk. Eredmény ez nem is számít, de jó volt. Kevés eső volt szerencsére, az is nekünk jó. Na, szuper! Szevasztok, köszönjük! Bíró Gergő, Bíró Balázs, kettes rajtszámmal a Rally 3 mezőnyéből. Ők egyébként a versenygumi kategóriában nyomulnak, és 4-3 perc 46-9-es időeredménnyel. Igen, összeraktam egyébként. Tehát így a számok egymás után kicsit nehézkes, de megy. Most már fog menni. Gengek páros is megérkezett hozzá, meghozták a kék villámot. Szevasztok, kék villám volt ilyen film annak idején. Halálos volt a cucc. Na, milyen? Hát ez azért nem halálos, de élveztük nagyon. Tetszett, ez most jó volt, kicsit száradt a pálya, mert ugye száraz gumival mentünk fölfelé is, úgyhogy ez az azért jobb volt. A 3.46 egyet jöttetek, egyelőre tiétek a legjobb idő. Hol álltok? Hát az utcai gumisok közt azt vezetünk, a nagy abszolútban most nem tudom, mert volt ugye egy lassító hibánk, de ott második helyen voltunk végig, úgyhogy. Akkor elengedek benneteket, mert nőtt egy autó mögöttetek, szevasztok! Tehát úgy néz ki, hogy akkor utcai gumiban a geng páros, apa-fia páros családi vállalkozásban már is ott van az első helyen, négyes ajtszámmal pedig Székmány Tiba páros érkezett meg a Ladával, az időeredményük 3.41.0. 3.41.0, ha a számokat jól rakosgatom össze, akkor ez a legjobb idő eddig. Szevasztok, hol álltok? Úgy néz ki, hogy megnyertük a Slick kupát, ha lezárják Petéktől, most nem kapunk 15-öt. Nyilván kellett hozzá, hogy Buksi kiessen technikai gond miatt, de azt gondolom, hogy így is van mögötte akkor a munka, hogy most ezt kicsit tudjuk ennek élvezni majd a gyümölcsét. Úgyhogy nagyon örülünk. Köszönöm a csapatnak, ha néztek, akkor köszönöm. Köszönjük. Szevasztok, gratulálunk. Székmány Tiba páros Ladával, 4-es rajtszámmal. Egyelőre a legjobb idővel 3.41.0-val, és most jött egy 3.46.3-as időeredmény az 5-ös rajtszámú autóval mögötte. Dudás Begala páros 3.46.3-mal. Szevasztok! Éppen nézegettem az időeredményeket, ne váltatok ki olyan rosszul, most hol vagytok? Hol vagytok helyileg? Most összevisszaság van, mert lehet, hogy Bencéjéket megbüntetik. Akkor talán egy ilyen tizedekkel harmadikok leszünk a P12-be. Meg ez az abszolút negyedik, ötödik, ha néznénk a normális abszolútat, de most ez az utcai gumisőrülettel fogalmunk sincs. Hát valószínűleg ilyen kategória, hát 3-4 között, majd meglátjuk, hogy mit hoznak ki a végén, hogy megkapják a büntetést, vagy nem. Akkor majd eldől. De addig is köszönjük szépen, és szevaszt! Autóztunk. Oli! Szóval 5-ös ajtszám autó, 3.46.3-as időeredménye. Jó nagy katyvaszt látnak egyelőre most itt az időkben, de hát majd kiderül, hogy a büntetések szétosztása után hogy alakul a verseny. És közben már is itt van a következő kereklámpás Lada, méghozzá 6-os ajtszámmal Sándor páros érkezett meg hozzánk. Mindjárt fölkerül a táblára az idő. 4-esen kezdődik, 4.05.6. Na ez, hogy álltok? Megbolondult az asszony, hülye lett. Jó volt. Akkor ez meg volt. Ciao, szevasztok! Sándor páros, nagy a boldogság a bódéban, kérem. 6-os rajtszámmal, 4-0-5-6-tal gördülnek ki,
Hát otthon nem lesz veszekedés, boldogság lesz. Mert ezek szerint így a családi vállalkozás jól működött, és a navigátor, aki egyébként a ház úrnője is otthon, teljesen elégedett volt. Közben érkezik egy BMW. Sebem Bahor páros hozott nekünk egy bömöst 4.13-0-val. Szevasztok, hogy álltok? Most jó volt egy kicsit, már csak az erdőbe csúszott. Most egy kicsit elhittük a gumit. Azt tanácsolták a rutinusabbak, higgyük el, hogy a gumi el fog menni. És de elengedlek benneteket, mert jött egy autó. Szevasztok! 32-es rajtszámmal megérkezett a Hondával a német 8W Peti Rumsauer páros. 3.55-4-es az idő. Szevasztok, hol álltok, tudjátok már? Sziasztok, kategória második, azt tudjuk, szerintem azt megtartottuk. Remélem most az abszolútban sikerült előre jönni, nagyon örülnék dobogónak. Majdnem most megcsuktuk a kocsit. Ilyen volt, az a baj, full vizessel vagyunk és felszáradt minden. Kalandos volt. De azt látom, hogy a vizet szereted, mert ilyen izéugrásokkal, időugrásokkal jöttetek előre. Igen. Ciao, szevasztok! Német Rumsauer páros meg tovább, 3.55-4-jel úgy néz ki, hogy megvan akkor a kategória második hely, ha esetleg nem jött volna át az üzenet. 8-as rajtszáma a Szabó Nagyváradi páros érkezett meg hozzánk, 3.59-5-ös időeredménnyel. Szevasztok, ez a 3.59-5 szerinted mire elég? Ez reméljük megmarad a második helyünk, az utolsó lassítót elvittük telibe. Úrva volt. Köszönjük! Na szevasztok, ciao! Szabó Zoliék autójának az ajtaja nem nyílik ki, de cserébe be se lehet csukni, tehát versenyautó az egészen biztos. Az ő idejük akkor még egyszer 3.59.5 volt a 8-as sajtszámmal. A 9-es sajtszámhoz pedig tartozik egy 3.58.8-as idő, ehhez pedig a Márton Karmanóczki páros tartozik. Szevasztok, hol álltok? Hát harmadik helyen voltunk nagyon szorosan, egymástól tizedekre, úgyhogy nagyon várjuk a többieket, hogy mit hoznak. Jöttünk, ahogy tudtunk, az erdőben vizes volt, voltak kalandok, csúszkáltunk, hát reméljük, hogy elég lesz a harmadik helyhez, meglátjuk. Hajrá, szorítsatok erősen. Szevasztok! Márton Karmanóczki páros egyébként, ők is egyébként nagyon úgy néz ki, hogy akkor helyezésért küzdenek. Hát itt a mezőny elején, akik érkeznek, azok általában, miután azért ők az élboly, olyan időket autóznak, hogy valóban van küzdelem, tehát itt tizedek is dönthetnek, 3.58-8-al érkeztek meg ide hozzánk, annyit hagytak benne a gyorsan, 9-es rajtszámmal, most már elgördültek innen tőlünk, és egy újabb Lada érkezik. Hát itt 4-essel kezdődik az időeredmény, 4.08.9, 10-es rajtszámmal Gészi kispáros, megkérdezzük, hogy mire elég. Szevasztok, mire elég ez a 4.08.9? Hát majd meglátjuk a végeredményt, hát reméljük, hogy az első megvan a kategóriában, de még a többiek hátra vannak. Szevasztok, hello! Géci kispáros, itt még azért két esélyes a dolog. 3.56-4-jel érkezik a konkurencia, 11-es rajtszámmal. Nagy páros, 3.56-4-jel. Adió, szia! A fazon kérdés, hogy álltok, tudjátok? Hát, rosszul inkább, finoman fogalmazok, nagyon rosszul igazából, bár egyre jobban tetszik, tehát ha lenne még vagy 100 gyors, akkor a végét talán elérnénk valamit, meg jó is lenne egyébként. Gyorsultatok egyébként. Egyébként, tehát vízes gumival vagyunk a száraz pályán, de most tetszett a legjobban, tehát. Elengedlek, mert nőtt egy autó mögöttetek. Szevasztok! Nagy páros, ezek szerint akkor azért élvezték a dolgot. 12-ese 3.47.0-val a Lezák Górpáros. 3.47.0-val. Nagyon jó. Szevasztok! Na, ez megint. Hogy van ez? Amíg nem félek, addig nyomom. Most se féltem. De jó volt, nagyon élveztük, szép nap volt, jó nap volt. Úgyhogy elvileg másodikak vagyunk Slick kupában, meg P12-ben. Köszönjük szépen. Majd Salgón találkozunk. Ciao. Lezár Górpáros. 12-esen ők voltak, egy körről körre mindig azt mondták, hogy amíg nem félem, addig nyomom. Ha félek, akkor már nem nyomom. De egyelőre nem fél, mert hogy körről körre mindig jobb időket jön, úgyhogy fog ez menni. Összeszoknak az autóval, és nagyon jó idők lesznek ebből. 14-essel, 3.59-7-tel Jobbágy Bertók páros hozott egy VFTS-t. Szevasztok! Na, Mizu is veletek, hol álltok? Minden rendben, hát nem olyan jó helyen állunk, mert a motorunk 7000-nél ledarágat, de ahhoz képest megyünk, az a lényeg. De legalább behozott. Ja.
Szevasztok! Jobbágy Bertók páros! 14-essel 3:59.7-es időeredménnyel érkezett meg hozzánk. Hát ahhoz képest ugye, hogy szépen apránként darálja le magát az autó, rendes volt, hogy behozta őket. És tulajdonképpen ahhoz mértem meg, még egész jó időket is jönnek. Tehát ha éppen nem akar széthullani az autó, akkor akár még sokkal ütőképesebb is lehetett volna a dolog. Kisütött a nap, egész eddig nem volt melegem, de most meg kimondottan melegem van. Na, Krampek Kovács páros, 15-ös rajtszámmal, 4:15.1-jel. Szevasztok, mi zubálatok? Minden rendben, örülünk, hogy itt vagyunk a célba. Eredményben valamit? Nem néztük, csak tesztelni jöttünk. Világos. És mi a teszt végeredménye? Pozitív? Az, hogy sokkal gyorsabban kell mennünk. Legyen így. Szevasztok! Krampekék már is mennek tovább, 15-ös sajtszámmal, 4:15.1-jel, igaza lehet egyébként. 16-ossal, 3:58.4-jel Kóródi Kapás páros érkezett, meghoztak nekünk egy Citroen, szavasz. Na milyen? Baromira boldog vagyok, ez volt az első számú vágyam, hogy itt legyek. Még be kell mennünk Ózra, de azt már ki fogjuk bírni, úgyhogy örülünk, nagyon boldogok vagyunk. Hát a P12 ötödik hely, ha minden igaz, és a Slick kupában, hát 2 másodperccel voltak előttünk, mi a hetedikek voltunk, ők a hatodikak, 30-as rajtszám, majd kiderül. Köszönöm, köszönöm. Szevasztok! 16, Kóródi Kapás páros. Megvan, kérem, hogy beérnek a célba, reméljük. Csibrák páros érkezett meg 4:06.8-as idővel. Szevasztok! Mi újság, hol tartotok? Abszolváltuk a napot, megvan minden, sérülésmentesen, szépen elbalogunk haza. Köszönöm. Arcmentesen haza lesz víbe. Ennek otthon örülnek. Na, jó van, akkor szevasztok! idővel a Csibrák páros egyben viszi haza a ladát, ami egyébként tulajdonképpen nem rossz egy harcos versenyen. Közben megérkezett mögénk a diszkó. A rapperek. Na de bereppelt hozzánk egy lada is. 4:22.6-os időeredménnyel érkezik meg Pásztor Kulcsár páros. Szevasztok! Na mi újság van veletek? Hol tartotok? Hányadikok vagytok? Nem nézzük, minden volt. Most is elvittünk egy gumilassítót. Örültök, hogy itt vagytok? Így van, nagyon jó. Na, szuper, de itt vagytok. Köszönjük szépen a versenyt. Szevasztok! Pásztor Kulcsár páros 4:22.6-tal. Hajtja őket előre a lelkesedés. És egy Hondában a Huszár Pazsicki páros is megérkezett 21-es rajtszámmal, 4:14.2-vel. Na szevasztok, hol tartotok, hol álltok? Fogalmunk nincsen, a penzumot teljesítettünk, be akartunk élni a célba. Ez volt a célunk, teszteltük az autót, és annyit mentünk vele, amennyit tudtunk. Boldogság és öröm. Na, jó, akkor minden rendben van, akkor irány a cél. Köszi, szia! Huszár Péter, Pazsitki Zoltán, a mára kijelölt penzum megvan. 22-essel Henyec csendes páros érkezett meg egy abszolút nem csendes VFT-essel, 4:05.0-val. Na szevasztok! Van-e már valami eredmény? Abszolút kettőről csúsztunk le büntetés miatt, mert azt helyretették vissza a lassítót, mi meg elvittük. Hát most kicsit bosszankodunk. Az. De gratulálok, mert jók vagyok. Köszönjük szépen. Szevasztok! Henyes csendes páros. Az gáz lecsúszni egy ilyen bolondságon a második helyről. 23-assal Szendrei páros. 4-es, 0-1-es, 9-essel. Szevasztok! Eredmény, valami? Nem tudom, most már kicsit számolgatni kell, meglátjuk a dobogó elméletileg megtartott. Irány a cél, sziasztok! Szendrei páros 23-assal. 4:01.9-es időeredménnyel gördült innen ki. És ez az a Bardomaháza gyorsasági szakasz.
ami úszka olyan hosszú az elejétől a végéig, mint a végétől az elejéig, aztán mindenki eldöntheti, hogy melyik az eleje, meg a vége. De az idő eredménye az itt jelen esetben 4.019. Most úgy nézegetem egyébként az időket, valahogy azt látom, aztán lehet, hogy rosszul látom, hogy ezen az utolsó gyorsasági szakaszon már nem okvetlenül akarták annyian eldobni az autót, mint az előző száraz körben, mert hogy itt azért már kicsivel több a 4 fölötti idő, az előbb meglepően sok volt a 4 alatti gyorsasági idő, de aztán lehet, hogy a srácok pont szintén 4 fölött autóztak, ez így fejből nem megy, ami belátom Winchester problémára utal, de közben a Borza-Borza páros érkezett meg 26-ossal, 4.009-essel. 4.009 mire elég? Hát sajnos most ez elúszott, ez a tesztjelleggel nagyon jó. Már végére úgy voltunk vele, hogy inkább a nézőknek autózunk egy kicsit. De a kocsi hál' Istennek rendben, úgyhogy következő versenyre oda tesszük magunkat. Köszönöm. Szia! Borza-Borza páros viszi ki tőlünk a ladát, amit itt menthatjuk a gyorsasági szakaszon, az 4.009. Na mindesetre a teszt az megvolt, aztán a következő versenyen majd lehet már ennél lényegesen élesebben is autózni. De van esély egyébként abban, hogy ők azért tudnak majd előrébb jönni. Domoszlai Müller páros 28-as rajtszámmal, rajtuk pedig egy Bömös. Majd mindjárt kiderül az idő. Szevasztok! Na, hogy álltok körülbelül? Ez még egyszer? Fogalmunk sincs, sajnos nem tudjuk, nem nagyon nézzük az időt. Mi tapasztalatgyűjtés szerzés céljából jöttünk el. Meg hál' Istennek kaptunk hideget, meleget, minden. Igen, nagyon jó volt, élveztük. Ha felsz, hogy jövünk. Szevasztok, ciao! Domoszlai Müller páros 28-asan 4-11, 3-as idő eredménnyel. Spéder Koroknai páros jött meg, hoztak nekünk egy BMW-t, 30-as rajtszáma, még nem látom az időt, szevasztok. Na mi újság nálatok, hol álltok? 357-es, 4-es az idő, mire jó? Jobb lennének a délutáni futamok. Mire kezdek belejönni, addigra haza kell menni sajnos. Reggel még alszunk szerintem, úgyhogy valamit ki kell találni erre. Hát szólni kell, majd beordítunk az ablakot, hogy jó, rendben, köszönjük. Na, ciao, vigyázzatok magatokra, irány a cél. 347, 4-jel jöttek le azért. Most már valóban nem aludtak, 31-es rajtszámmal érkezik hozzánk egy, azaz egy darab Honda. Éppen autóépítés zajlik, mert hogy lehullott róla egy-két alkatrész, és így talán akkor nem hagyjuk veszni. A kollégám egy kicsit besegít nekik, és próbálják egyben tartani az autón a szélesítést, ami... Hát nem érdekes, mert a másik oldalon is lefelé próbálkozik a szélesítés. Szevasztok! Na, mi újság van veletek? Hát a végére emelkedett a fékünk, de ennyi. Amúgy jó minden. A szélesítés az azért esett le, mert valamit eltaláltatok, vagy csak azért esett le, mert... Nem volt, nem tudtunk megállni, úgyhogy egy kicsit... Abszolút, kicsit csúsztunk. Inkább, nem? Úgy, igen, igen. Inkább történjen valami, mint semmi. Na, ja. Így van ez, így van ez. De így legalább gyorsan történik. Na, jó van, szevasztok! 355-2. 31-es rajtszámmal, kis bindis páros a Hondával. Aztán a srácok majd megállnak, és akkor ilyen Merkli rendszerben összeépítik újra az autót, mert a megállás nem teljesen jött ki. Hoppáré, érkezik a Korza. Kicsi piros Korza. Bója Kovács páros jött meg hozzánk. Idő eredményük 4.34.9, szevasztok. Na, akkor bent vagytok rövidesen. Így van. Hála jó Istennek, beértünk. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Illetve az interjút is. És köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok, ciao. Bója Kovács páros. Még egyszer időeredmény 4.34.9. 35-ösel pedig már itt van rajtuk egy kockásított Lada. A 07-esek közül 4.06, 4-es időeredménnyel, ami azt jelenti, hogy majdnem fél perccel rájuk autóztak. Na most a 40-es indításokkal ez bizony azt jelenti, hogy jogosan érkeztek meg így az ütközőjükre tapadva. Szemán Lukács páros, szevasztok! Na milyen volt? Hol tartotok? Hát úgy néz ki, hogy megvan a kategória második hely, úgyhogy reméljük, hogy meg is marad. Köszönöm. Jó. Szevasztok.
36-os, 4, 0, 7, 9, Siteri kaszapáros jött meg. Minden oké? Okay? Engerfejesek vagyunk. Kedlek, szevasztok! Ajajajajaj. Na kérem szépen, akkor most tessenek a szentelt vizet locsolni az autótán, hogy beérjenek a célba a hengerfejes vassal, és ne álljon meg az etapon. 4.07.9-es idővel mennek tovább innen a gyorsok. Nem volt jó szaga. Rutkowski Gál páros érkezett meg, 4.05.9-el. Szevasztok, hogy álltok? Megvan a harmadik hely. Gratula. Köszönjük. Gratulálok. El is engedlek benneteket, örüljetek, szevasztok, célba bejutni. Rutkowski Gál páros, 36-ossal. Ezek szerint akkor megvan a dobogó. 4.05.9-es idő eredménnyel értek ide be hozzánk, ami azt jelenti, hogy hát egy ilyen kímélőset jöttek ők is, egyébként három alá autóztak az előtt szerintem. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy alakul a következő verseny, de lényeg az, hogy most már tényleg nagyon-nagyon arra gyúrtak sokan, hogy be kell érni a célba, és lehetőség szerint nem itt kéne majd megdönteni a világcsúcsot ezen a gyorsasági szakaszon, ellenben itt lehet eldönteni majd, hogy tizedekkel éppenséggel ki az, aki egy kicsit többet vállalt be. Ők egyébként egész szépen bevállalták itt az első autókat, ahogy itt látom, tulajdonképpen 33, 35, 36, 38-ból ők voltak a leggyorsabbak ezen a gyorsasági szakaszon, és itt tényleg ilyen pár másodperce múlt ez a harmadik helyezés. Hát 36-ossal a srácok sajnos hengerfejes autóval érkeztek ide. Az időből az jön ki, hogy ez lehetett volna lényegesen jobb is, tehát akkor elképzelhető, hogy máshogy alakulnak a helyezések, de hát ez már csak ilyen, mert hogy autósport. Jó, meg Norbi jött meg! Szevasztok! Na mi újság nálatok? Elkezdett valami füstölni, azt hittünk, kigyulladtunk, azt vissza kellett venni a tempót. Ott füst is? Aha. Nem olyan jó. Nem. Ez van. Megállt, nem állt meg, csak füstölt. Csak füstölt. Aha. Ja. Aztán visszavettünk. Egyébként voltátok a helyezésben? Hát végén vagyunk. Na mindegy, majd kiderül. Szevasztok! Elfelejtettem az autót, tessen locsolni, hogyha füstöl. 37-essel, ők egyébként 4.55.3-at jöttek, és 37-essel Poncsák Tucsa páros jött egy 4.19.5-öt hozzánk. Na, sziasztok! Hol ártok? Hát a végén sajnos. Voltak talapok? Hát voltak, de hát ennyit sikerült ma kihozni az autóból. Na jó, de lényeg az, hogy itt vagytok. Hát így van, ezen a szakaszon jól éreztük magunkat, úgyhogy ez a lényeg. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok! Poncsák Tucsa páros! 4.19.5-ös időeredménnyel gördültek ki a Zabar-Domaháza gyorsasági szakasz, ami úgy 27 km, legalábbis annyi volt az elején, majdnem 7 km, ha nem kopott azóta belőle, akkor körülbelül annyi, mint amikor elkezdtük a versenyt. Egyelőre síri csönd van, akkor most megmutatjuk az előbbi tájat, amit már többször megmutatunk, hogy milyen, amikor kisüt a nap. Egyébként tényleg tök buli, mert hogy itt be lehet menni egy földúton, az ember itt egy picit kanyarodik, és így kinyílik a táj, dombok lesznek, ilyen kis földutak kanyarognak fölfelé a dombok tetejére, és annyira festője a dolog, hogyha tudnék festeni, amit egyébként tudok, csak elég pocsékul, akkor ezt rögtön meg is örökíteném. És már is föltölteném ide a Rally Rádió nézőinek, hogy akkor itt képbe legyenek ők is, de majd lefényképezem, aztán tényleg fölrakjuk. Marha jó az a hely, nagyon tetszik. Itt tényleg, hogy az ember zsebre dugja a kezét, jó időben megáll, ledobja itt az autót, és csavarog egy nagyot, de közben érkezett egy Mitsubishi hozzánk. Azt mondi, hogy ők a 1-2-3-4 darab nullával. Na megkérdezzük, hogy mire számíthatnak majd a az ORB-sek. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Mire számíthatunk? Mire számíthatunk? Hát most nagyon jól éreztük magunkat, annak ellenére, hogy a két körrel ezelőtt beestünk, meg két felnit letörtünk az autóról, de tényleg szuper volt a végére, hogy kisütött a nap, és teljesen tökéletes, végig nevettük az egészet. Nagyon harcosan vezettetek föl. Tessék? Harcosan jöttetek a mezőny elején. Hát remélem, hogy más is így látja. Köszönöm. Szevasztok, ciao. Mi is köszönjük a munkátokat. 4 darab nullával Nagy Ádámék érkeztek meg.
és jól kigurítják a Mitsubishit. Egyébként pusztítottak ezek szerint szorgalmasan. Tehát két felni, árokbeesés, minden volt. Ahhoz képest, hogy nullás autó, igen, szorgalmasan tolták. Mert hogy érkezik, így van, majd a másik oldalról kerüli az autót, hogy lehetett látni, mert hogy innen középről meg egy autó kerül majd ki minket, remélem. Eddig sikerült. Szépen begurítják hozzánk a Subarut. Kovács a lépták páros gyűjt meg hozzánk. Na szevasztok, a Subaru szemszögéből milyen a gyors? A Subaru szemszögéből nagyon jó a gyors, ezt a hétvégét tesznek szántuk. Meg vagyunk elégedve, köszönjük a szervezőknek. Mindenek köszönjük a munkátokat. Sziasztok, hello, ciao. Három darab nullával, Kovács, lipták páros, és az ő kék Subarujuk. Jött egy Lada. Juhász, Losonci páros, megkérdezzük, hogy aki VFTS-sel jön, az mire számíthat? Aki VFTS-sel jön, az mire számíthat? Semmi jóra. Nem, minden. Annyi maradt, hogy meg kell próbálni utolérni a ti időtöket. Igen, nem, a miénket az nem nehéz. Pláne, hogy most csak végigurultunk, mert ugye intermédiával jöttünk át az előbb, és nem akartuk. A nézői maszkás meg. Ahhoz képest sokan voltak kint a mai nap folyamán, a nézők meg rendben vannak, nincsen semmi gond. Köszönjük a munkátokat, sziasztok! 2-0-val Juhász Losonci páros megy el. Zúzócska jött meg, zúzott itt lefele hozzánk, sárga fénnyel, szevasztok! Na mire számíthatnak a nagyok, akik jönnek utánatok? Sziasztok, jó a pálya egyébként, itt-ott egy kicsit vizes, de igazából szerintem ez volt most a legjobb, amit érzése jöttünk. Aha, na, jó. Nem tudom. Autó megmaradt? Kettővel rosszabbat jöttünk, mint az előbb, de amúgy élveztük, nagyon jó volt. Várjál, súgd meg, hogy mennyivel jöttek. Jó van, én nem árulom el, nekem mondta csak. De elengedjük őket, zúzócska, szevasztok! Csak kíváncsi voltam, azért kérdeztem meg. De ha valakinek fúrja az oldalát, akkor meg kell kérdezni tőlük. Nem véletlen egyébként, hogy általában a nullás autóknak az idő eredményei nem kerülnek föl a táblára, mert ugyan egy házi verseny azért közöttük is van valamilyen szinten, de hát őnekik nem okvetlenül az a feladatuk, hogy nyílgázon tényleg végigszágoljanak a pályán, hanem megfigyelik a pálya adottságait, megnézik, hogy van-e valamilyen kaland, a nézők hol vannak, jó helyen vannak-e, minden oké a pályával, illetve gyűjtik az információkat. Egy szóval ilyen jégkrémként jönnek, tudják, a jégkrém az, amilyen pálcás. A Monte Carlo Rallyból, hogy máshogy hívják őket, de az most nem jutott eszembe. Szóval akkor ők már elmentek, és jön még nullás autó? Nem, élesedünk, igaz? Akkor a túloldalon már fenik az autókat a nagyok. Mert hogy akkor most ők jönnek, az ORB mezőnye. Ha, már jön is. Ez már annyira fente, igen. Jön. Adik Andrisék. Tolják a Fordnak. Úgyhogy pillanatokon belül itt is vannak nálunk. Úgyhogy én meg majd jól beszállok hozzájuk. Simán bele fogok lógni az aurájukba. Egyes rajtszámmal Hadik kertészpáros érkezett. 3-11-4. Szevasztok! Na, hallom, összeállt az autó. Hát alakul egyébként. Most megint állítottam rajta egy dolgot. Rájöttünk megint egy-két dologra. A száraz részeken jobb, a nedveseken rosszabb, úgyhogy mindegy. Innen nem lett tökéletes, de köszönjük, hogy voltatok. Szevasztok! Hadik kertészpáros. 3-11-4. Emlékeim szerint ők vezetik jelen pillanatban most az ORB mezőnyét. Tehát ő hozzájuk tartozik a legtöbb jó időeredmény. Kettes rajtszáma, legújabb Ford Fiesta érkezik hozzánk. 3:20,7-tel, tehát 3:20,7-tel. Balogh Jani, Holzer Dani. Szevasztok! Na, milyen volt? Ránk szeret a vizes gumó, hát most érted. Ilyen legyen. Nem látom az autót, addig Danit nyasztatom egy picit. Na, milyen volt?
Jó volt, el voltunk itt egész nap, kicsit sokat álltunk, volt eső, volt száraz, volt napsütés, nézők bizonyára jól szórakoztak, egyébként mi is. Sziasztok! Ciao, köszönjük, hogy voltatok, szevasztok! Balokholzer-páros viszi tovább a vasat. 3-20 hetet hagytak itt benn. 3-16-3-mal érkezett meg a Bodolai Popovics páros hozzánk. Én pedig már is jövök ide hozzájuk. Szevasztok! Na, mi újság van veletek? Hát, ugye erre a körülményre már nem volt jó a gumink, de igazából jöttünk egy jó ritmusosat, úgyhogy megpróbáltuk tartani a helyünket, itt már nekünk nem volt időnk kockáztatni. Hol vagytok most? Másodikok vagyunk. Jó, akkor gratulálok. Köszönjük szépen. Jó, rájuk csaptam a bódi ajtaját, ők pedig mennek tovább. 3-16-3-at hagytak itt benne a gyorsasági szakaszon. Érkezik a következő versenyző párosunk, és ez abszolút nem emlékeztet semmiféle Ford Fiesta-ra, mert hogy Skoda jön. Ezt megbírom ismerni. 5-ös a rajtszám, az idő eredmény pedig 3-26 és egy 0. Dudás, Tóth páros jött meg hozzánk. Nazasztok! Mi újság van veletek? Hanyadikok vagytok, tudjátok már? Hát, negyedikek, szétromboltunk egy lassított, azért kaptunk egy büntit, meg most így a föl elsőbe így kicsit azért bajtuk a munkát, mert tesztelni jöttünk, nem beesni meg kárt okozni. Jó, nagyon. Na, ciao, sziasztok, kösz, hogy voltatok! Dudás, Tóth páros! Hát, gyűjtögettek ezt a szamaszt, 3-26-0-val mennek tovább. Újabb Skoda közeledik, 3-27-8. Tóth Szabó páros autója. Na csáó, na mi újság van? Hát ez már ilyen levezető volt igazából, mert kicsit dekoncentrált voltam, de nagyon tetszett, nagyon élveztük. Köszönjük ezt a napot, nagyon klassz volt. És jó viselkedett? Minden oké, tanuljuk még. Jó van akkor csáó. Köszönjük, hogy voltatok. Sziasztok! Tóth Szabó páros, 3-27-8-al. Viszik tovább az R5-ös Skodrit. Hát az eddigi legjobb idő, az hadikban délkideje, 3-11-4-jel, ha jól látom a táblát, amire egyébként semmi biztosíték nincsen, mert ugye a szemüveget való elhagytam, de szerintem 3-11-4-jel ők vezetik, ja. Kollégám a kamerával közelebb ment, ezáltal most már akkor mindenkinek egészen biztos, hogy megvan az idő, legalábbis az első 6 autó idején. Na, majd meglátjuk, hogy a többiek mennyire szívják föl magukat. Ki az, aki úgy dönt, hogy az utolsó gyorsasági szakasz lesz a nagy teszt lehetősége, és hát lejön itt egy ilyen halálmegvetőt. Nem van autópályán most? Aha. Akkor egyelőre azt már tudjuk, hogy nincsen autó még a pályán, de nem tudjuk, hogy miért. Na, tehát lényeg az, hogy elvileg, várjál, 1-2-3, lehet, hogy a 4-est keresgéljük? Vagy a 4-esnek már volt baja előtte? Közben én itt ipari kémkedek. Ja, etapban jönnek a többiek? Ha. Ezek szerint akkor etappá vált. Ez a gyorsasági szakasz valamiért, tehát valami oka biztos, hogy van a dolognak. Hát gyakorlatilag akkor egy, mondjuk az, hogy adminisztratív ok, ami miatt át kell hozni most már így a mezőnyt, mert a különböző busz és egyéb járatoknak az egybeeséseit a gyorsasági végével gondolom, azért bizonyos határt szabott a rendezőknek, és a különböző kalandok azért még benne voltak. Rongics Hanus páros jött meg hozzánk. Szevasztok, hát akkor etappá váltatok. Hát igen, előttünk húzták le a rolót, úgyhogy sajnáljuk, mert jó lett volna egyet itt a végén még autózni, de hát valamiért lehúzták. Amúgy jó. Amúgy rendben volt, jól éreztük magunkat. Szevasztok! Kigördül a Mitsubishi, és szépen apránként
legurul hozzánk most már a mezőny. Én úgy gondolom, hogy ha esetleg a többiek is a közvetítő kocsiban rendezőink, szerkesztőink is úgy gondolják, akkor még egy darabig azért itt vagyunk és elbúcsúzunk, akik jönnek. Friedman, Dr. Kovács, Anna-Mari páros, szevasztok, na mi újságban? Sziasztok! Hát nekünk már igen, előttünk már kihúzták a szőnyeget. Nagyon köszönjük a nézőknek, hogy kijöttek, és most azt a tapsot, amit kaptunk tőlük, azt szintén köszönjük. Nagyon jól esik. Borzasztó jól esik. Köszönjük, hogy eljöttetek. Csalkó, köszönjük. Nekem nem, nekem a Miskolc, viszont nektek is köszönöm a munkát. Ez fantasztikus, néztük a közvetítést, amit most már összeraktok világszínvonal. Szevasztok, köszönjük szépen, ciao. Friedman, Dr. Kovács, Anna-Mari páros is érkezett. Még egy autó hozzánk. Dicső, madárpáros. Hozzájuk is bekukkantunk. Szevasz, még így utoljára belógok az aurádba. Mi újság van? Élveztük. Hosszú. Ennyi év után hosszú, meg nem tudom. El vagyunk fáradva. Na, elengedtek. Már fáradtan jöttünk ide is. Köszönjük szépen, hogy voltatok. Köszönjük. Szevasztok! Dicső, madárpáros. Itt már idő már nem kerül föl a táblára, még a menetlevél az hitelesítésre kerül. Molnár fekete páros, mert a etapként jön le, akkor is a menetlevelet hitelesíteni kell. Na szasztok, na milyen volt egyébként? Nagyon-nagyon jó volt, és még igazából még egy picit harcba is voltunk, még az első helyé, bár nem hinném, hogy 5 másodpercet tudtunk volna hozni, de most nem értem, hogy miért lett ez etap. Tehát most... Na mindegy, ezt most hagyjuk. Na szevasztok. Salgó? Szépen. Salgó, persze. Na várunk. Szeva! Molnár fekete páros. Igen, benne volt egyébként a dolog, hogyha jól tudom, akkor... ameddig az utat engedélyezik használatra, addig lehet jönni rajta a versenyautókkal. És azért ez egy komoly 70 kilométeres kerülő ám, hogyha éppen nem lehet jönni rajta. Göncöl kispáros, szevasztok, köszönjük szépen, hogy voltatok. Mi van veletek? Köszönjük a rendezőknek, a szurkolók, nagyon jó fejek itt a pályán. Megjöttünk, túléltük ezt a mai napot, nem túl sikeresen, de majd javulunk egyre. Köszi, sziasztok, hello! Tábori Kürti páros, na köszönjük, hogy itt voltatok. Jó volt? Mi is köszönjük, igen, nagyon jó volt végre autózni, csak nagyon sajnáljuk, hogy itt az utolsó gyors etap lett, nem is értjük. Ha már várakoztunk, akkor... Sziasztok! Tábori Kürti páros, Hibján, Szollár páros is megjött hozzánk. Szevasztok! Jó volt? Nagyon jó volt, nagyon hasznos nap volt számunkra. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezen etap lett az utolsó. Nagyon vártuk benne, szeretjük mondani, nagyon. Sziasztok! László Kulcsár páros. Sziasztok! Salgón látunk benneteket? Sziasztok! Hát nem tudjuk még. Sziasztok! Gyurinszky Vörös páros, köszönjük szépen, hogy voltatok. Milyen volt? Jó volt? Erről inkább nem beszélnék, mert nem tűrne nyomda festéket, amit mondanák. Köszönjük szépen! Szevasztok! Barna, Barna páros, sziasztok! Köszi, hogy voltatok! Így nézek ki igaziból, sisak nélkül. Jaj, bocsa vagy így. Sziasztok! Na, ciao! Elger kis páros! Elengedjük őket. Porkolábék is megjöttek. Na, szevasztok! Hogy éreztétek magatokat a mai napon? Na jó volt nagyon, még vártuk, hogy megint le tudjunk jönni. Sajnáljuk, hogy nem tudtunk jönni még egyet. Igen, de jó volt nagyon, minden rendben volt. Szevasztok! Porkoláb Matuszcsák páros. Apránként lekísérjük a mezőnyt a pályáról. Még így végszóként. Kocsomba Kareszék is. Egy rövid köszönéssel mennek tovább. Gutaiék is megjöttek. Szevasztok, na milyen volt? Elrontották a játékomat, még megfogtam volna a BMW-t. Legközelebb. Na csáó, köszönjük, hogy voltatok, szevasztok! Hogy fel tüzelte a harci szellem? Bertalosonci páros, na szevasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Jó volt azért.
az túlzás, hogy jó volt. A kocsival végig birkózni kellett, de a második hely az megvan kategóriában. Engedünk. Köszönjük, sziasztok! Berta, Losonci páros meggurítja a Hondát egy kicsit. Forgás Varga páros gördül tovább. Nem, ide jönnek, akkor be kukkantunk. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Úgyhogy jó utat befelé a célba. Köszi nektek. Ja. Bihari Konyári páros, szevasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük szépen. Hello, sziasztok. Fockó Madarász páros, szevasztok, na hogy áll a helyezés? Jót jöttünk. Ha? Jó van, igen, jó. Jó van, jó van. Ciao. Na, megjöttek Fenyőik, itt vannak. Fenyő Strakon páros is megjött. Szevasz, na. Köszönjük, hogy itt voltatok, meg köszönjük a látványos jeleneteket. Hát mi is örülünk, hogy itt lehettünk. Igazából nagyon jó verseny volt, amíg tudtunk gyorsasági szakaszokon közlekedni. A sok várakozás idő az annyira nem tetszett, de összességében szuper volt. Szevasztok! Fenyőjék mennek tovább a 34-es rajtszámú ladával. Bodog Ágén is itt vannak, Bodog Embelezdi páros. Szevasztok! Jó volt? Sziasztok! Fantasztikus volt a verseny, sajnáljuk, ez az utolsó gyors etap lett. Bár arra jó volt, hogy megnézzük, hogy hány ember szereti, még mindig borzasztóan sokan szeretik a ladát, és rengeteg turkoló van kint. Fantasztikus érzés visszatérni így. Nagyon jó. Ciao, szevasztok! Bodogánék is mennek tovább. Üvegesek is itt vannak, Üveges Szegedi páros. Ők is megjöttek, nagyot harcoltak. Szevasztok! Na milyen volt egyébként? Sziasztok! Élveztük az egész napot. Jó volt. Élveztük az egész napot. Már most jó volt egy kicsit versenyezni is. Ciao, vigyázzatok befelé! Sziasztok! Nedeckiék is itt vannak, mindjárt ide gurulnak hozzánk. Szevasztok! Na, mi újság van? Nézegettem az időiteket, te azért elkezdtetek jönni. Hát egy cseppet már alakulunk, úgyhogy visszatérünk a régi kerékvágásba, de már szerintem a fiú, ha most meg a nézőknek egy picikét játszottunk, tehát kár érte, hogy etap lett. Nem baj, jó éreztük magunkat. Ciao, Salgó! Mindenféleképpen próbáljuk, igen. Köszöntem, sziasztok! Nedeckiék mennek tovább, 37-essel. Vidáek is itt vannak, Vida Szabolcs és Vida Péter is megjött. Na sziasztok, hát köszönjük a mai napot nektek. Jó volt? Mindenkinek, a szurkolóknak, és életünk első versenye volt, és nagyon tetszett. Van nagyon sok tanulnivalónk, de oda tesszük magunkat, még jobban legközelebb. Úgyhogy jövünk mindenhova. Köszi. Sziasztok. Vida páros, mennek tovább. És nőtt egy BMW-nk, mert hogy Szőlősi Szilágyi páros is megérkezett. Na, szevasztok! Hát köszönjük, hogy itt voltatok a mai napon, meg a látványos jeleneteket, meg mindenfélét. Jó volt? Sziasztok! Köszönjük szépen mi is, hogy itt lehettünk. Igen, nagyon jó volt. Sajnáljuk, hogy itt az utolsó gyors etap lett, de ez benne van. Igen, de jó volt. Köszönjük! Sziasztok! Köszönjük! Jó utat! Azon filozok, hogy maradt-e még autónk vajon? Vagy ők voltak az utolsók? Hát, hogyha ők voltak az utolsók, akkor szépen apránként elbúcsúzik a stáb. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, köszönjük szépen, hogy egész nap velünk tartottak. Búcsúzik Berta Pista is, a túloldalon rettenetes módon integet, és búcsúzik a stáb is bentről a közvetítőkocsiból, és búcsúznak a sportbírók is, akiknek pedig mi köszönjük szépen a munkáját, meg a sok-sok segítséget, amit kaptunk tőlük. Ugye ezzel most akkor a Domaháza, vagy Zabar Domaháza Rally elbúcsúzik önöktől, és hát legközelebb, hogyha minden igaz, akkor már a Sargó Rallin találkozunk, és a Sargó Rallin nagyon-nagyon jó gyorsok lesznek, mindahogy az már kiderült a verseny elején, de ennyi, még egyszer köszönet a figyelemért, további kellemes hétvégét mindenkinek. Tegyük össze magunkat.